Sziasztok, Anni vagyok, és a mai videó az egy összegző videó lesz, mégpedig a decemberi hónapot fogjuk egy picit átnézni. Helye közel december, mert egy picit korábban kezdjük, meg korábban fejezzük be, de megígértem magamnak egy előző wrap-up végén, hogy kedvesen nem három hónapot fogok a következő jövőbeli Andira hagyni, úgyhogy most azért vagyok itt, hogy kisebb csomagokba érkezzenek ezek a wrap-upok, és könnyebb dolgom legyen velük. Nézzük, hogy mi történt, mióta utoljára összegeztünk. A legfrissebb kötet, amit befejeztem, az a 10-ig aludni. Mindig azt akarom mondani, és embereknek is így írtam, hogy olvasom a 10-ig olvasnit. Szóval 10-ig aludni, ez egy novellás kötet, ami nemrég jelent meg a Tilosozás gondozásában, 25 kortárs és kortalan novellát tartalmaz, 5 ciklusba rendezve. Nem készít fel ez a kötet se borítójában, se címében, se fülszövegében, hogy nagyon kemény témájú, életről lehozós novellák lesznek benne, úgyhogy így évvégé, hát mit nem mondjak, eléggé megnehezítette a kis lelki világomat ez a kötet, mert nem számítottam rá, hogy ennyire sok negatív érzést, tapasztalatot, emléket ölel fel ez a novellás kötet. Mindenképp azt mondom, hogy ezzel a gondolatvilággal menjetek bele, ha foglalkoztat titeket ez a kötet, nem egy habos-babos élmény egyáltalán. Az 5 ciklusából a második és a harmadik ciklus foglalkozik anya és aztán apa történetekkel. Sokszor a történetekben anya és gyermek közti kapcsolatok és apa és gyermek közti kapcsolatok jönnek elő, és itt voltak talán a legdurvábbak, ha engem kérdeztek, mármint így az első ciklus, az még úgy aránylag csak picit simogatja így a lelkedet érdesen, de hogy borzasztóan kemény anya, majd apa szituáció után a negyedik ciklus egy erőszak novellával indul, szóval úgy, amikor így eveztem keresztül a köteten, akkor így reménykedtem abba, hogy hát ha a szülői kapcsolatokat lezárva, eljutunk majd egy olyan ciklusba, ami már más témákkal fog foglalkozni, és úgy arcú csapott ez a nemi erőszak, és a nemi erőszak utáni novella sem volt egyébként egy egyszerű novella, ott meg állathalál volt, szóval, hogy nem voltam erre kész, nem pont ilyen kötetre számítottam, úgyhogy nehéz volt ez az olvasás. Alapvetően három nevet szeretnék kiemelni, ezek a novellák és szerzői stílusok tettetek a legjobban. Az első az Kemény Zsófi, akinek egyébként a legelső helyen szerepel a novellája a kötetben, és annyira vicces volt, hogy mindig elfelejtem, hogy én tőle olvastam már prózai szöveget, mert ő nagyon slammerként és költőként él a fejembe, és amikor elolvastam a kötetben található novellát, akkor mindig második gondolatként jutott eszembe, hogy de jó prózája van Kemény Zsófinak, de hát én már olvastam tőle az Én még sosemet, amit ráadásul egyébként a csatornán be is mutattam még az indulásom hajnalán. Szóval az ő novellája nagyon tetszett stílusban, történetileg is egy lányt követünk, aki éppen hazafelé tart egy fesztiválról, és stoppolja gyakorlatilag az egyik bandát a fesztiválról, és velük indul el hazafele. Szerintem nagyon izgalmas a csattanója ennek a novellának, nekem nagyon tetszett ez a lezárás. Én nagyon élveztem ezt a novellát indításnak. A másik, és talán a legkedvencebb novellám egyébként a kötetből a Szakó Zsófiának a novellája. Ez a Barátom anyósa címet visel, és egyébként az Anya ciklusba található. Ebben a novellában azt szerettem nagyon, hogy tetszik az a tabu téma, amit megfog, amikor van egy barátod, aki túl kedves, és hogy mond meg neki, hogy ne legyen már ennyire kedves, és közben még bepozícionálja az egészbe a családot, és nagyon elvesztem az írói stílust végig, úgyhogy nála gondolkozom azon, hogy a szerző novellás kötetét, amiben szintén megjelent egyébként az itt található novella, hogy elolvassam, stílusilag nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a novella. És a harmadik novella, amit kiemelik, az Fehér Boldizsárnak a Nátán Schunemből című novellája, ami az utolsó, az Élet nem igazságos ciklusban található. Annak ellenére, hogy a novella eleje szintén lehozott az életről, mert két leprás beszélgetésével indul, akik éppen Jézus egyik gyűlésére igyekeznek, de nagyon frappáns irányba ment tovább a novella, és nagyon tetszett az, amit csinált a szerzőben a novellában, úgyhogy ez itt a végén még meghozta egy picit az íre a pontot számomra, hogy ő még azért úgy a jobban, bár nem tudom, tehát egy leprásokról szóló novellát nem tudok lélekemelőnek mondani, de nagyon tetszett ennek a novellának is az
alapötlete és a kivitelezése végül is. Található még egy muskátani novella is ebben a kötetben, őt azért nem emelem ki, mert már ugye a hazugság téziseiben én olvastam ezt a novellát, és most nem is olvastam újra ebben a kötetben. Nem is nagyon tudom részeként kezelni ennek a kötetnek, mert annyira nagy élményként él bennem az idei muskátani olvasás, hogy ezt így nem pozícionáltam ide, tehát ettől függetlenül én egyébként nagyon szeretem Anitának igazából az egész idei novellás kötetét, tehát természetesen a Hattyút is szeretem, bár nem az volt a kedvencem hazugság téziseiből, de alapvetően nem sikerült így a kötetbe elhelyeznem, hogy így ebbe érezzem. Ez azért lehet furcsa, mert ha mondjuk többet olvastok kortárs szerzőktől, akkor pont hogy érezheted azt, hogy több helyről jönnek a szövegek, viszont mivel nekem ez volt az egyetlen, amit ismertem, ezért ezt így nem sikerült belehúznom az egyenletbe. Amit nagyon szeretek ennél a kötetnél, az az, hogy ez a ciklusba rendező és hasonló témákat összehúzó szerkesztés, ez nekem nagyon tetszik, ugye a kötetet Péceli Dóra szerkesztette, viszont ami sajnos egy rossz hír alapvetően tőlem nektek, vagy nem tudom, hogy mondjam, vagy inkább a kötetnek rossz hír. Ugye említettem, hogy kortárs és kortalan novellák találhatók benne, tehát vannak klasszikus szerzőktől behúzott novellák, és ugye az egész ötlet azon alapszik, hogy a szerzők mind 35 éves koruk előtt írják meg ezeket a történeteket. És alapvetően, amikor egy ilyen kötet kerül a kezembe, akkor én erre azért úgy gondolok, hogy alapvetően azért is csempészük bele a klasszikust, és ez az én értelmezésem nyilván, hogy mondjuk a fiatalabb olvasót behúzzuk a klasszikus szövegek felé is, és nem csak a kortárs szövegek felé, és itt sajnos az történt, hogy több esetben inkább azt az érzést erősítette ez a kötet, és a benne található klasszikus szövegek, hogy én nem akarok klasszikus szövegeket olvasni, és hogy nem azt az érzést hozta elő, hogy de jól illik ide ez a klasszikus szöveg, vagy hogy ettől a klasszikus szerzőtől még szeretnék olvasni, mert annak ellenére, hogy klasszikus, igazán tetszett az, amit csinál. Sajnos nekem ez a kötet pont azt érte el, hogy ezek alapján még kevésbé akarnék klasszikus szövegek felé fordulni, ami szerintem nem egy jó hír. Ettől függetlenül még talán az első ciklusnak a két klasszikus szövegét szerettem a legjobban, az egyik az Örkény István volt, a másik pedig Móricz Zsigmond. Móricz novella az egészen vicces volt olyan szempontból, hogy amikor olvastam, akkor tényleg nagyon rögtem az, hogy ebben a novellában most komolyan két parasztlány beszélget arról, hogy most helyes vagy nem helyes az a parasztlegény, aki jön a Szántóföld mellett, jó, bocsánat, az egyik nem parasztlány volt, hanem az egyik az egy kicsit földes úrlány, tehát hogy az egyik egy parasztlány volt, a másik meg egy nem parasztlány. De hogy az a novella vicces volt, és ott még úgy nem is éreztem azt, hogy teljesen kettőszeget lettem, ami vicces, mert Móriczot kevésbé szeretem például, de hát ugye a kötet végére abszolút nem jött meg ez a klasszikus éltetés, annak ellenére, hogy nem vagyok klasszikus szöveg gyűlölő, szóval egészen újfajta érzés ez számomra, ha lehet így fogalmazni. Ja, ezzel nekem is barátkoznom kell egy kicsit. Mindenképp tudom ajánlani ezt a kötetet, hogyha szeretnétek kortárs hangokkal ismerkedni itthon, azzal a felkiáltással, hogy számítsatok rá, hogy nem lesz könnyű ez a kötet témájában és stílusában. Olvastam egy erotikus-romantikus kisregényt, aminek a fő témája toposza pozícionált kapcsolata az egy megcsalás történet. Eleve ez a címe a kötetnek, hogy DFR. Az a szeretői kapcsolat. Úgy jutottunk el ehhez a kisregényhez, hogy feljött a YouTube-on egy ilyen ajánló videó, és tök meglepődtem, hogy látok egy ilyet, hogy megcsalásos szerelmi történetek, pedig ha belegondolunk, eléggé alap. Na, ezt most hogy magyarázzam ki? Szóval, hogyha arra gondolunk, hogy milyen történetek vannak, amik szerelmi történetek, és hogy az ember milyen kapcsolatokat tapasztalhat meg az életben, akkor ez is a része, bármennyire tabú, bármennyire elítélendő társadalmilag, etikailag, mit tudom én, lényegtelen. Tehát, hogy alapvetően nem fogjuk jó helyre pozícionálni ezt a típusú alapot, főleg, hogyha ez egy romantikus regénynek az alapja lesz, mert a romantikus regényeknél azért ugyanúgy tartjuk ezeket a határokat, de kíváncsiságom felébredt, és úgy gondoltam, hogy hát nézzük meg. És ez a kötet borzasztóan erős volt erotikus jeleneteiben, egyáltalán nem számítottam rá egyébként, meglepően jó jelenetek voltak benne, és azt fogalmaztam meg a molyos értékelésemben, hogy szerintem az a legnagyobb buktatója
az erotikus jeleneteknek és a romantikus-erotikus könyveknek, hogy nem szabad beleesni abba, hogy egy erotikus jelenet egy ilyen sorszámozott leírás legyen, hogy ezt ide raktuk, oda raktuk, ide rakta, ott a lába, ott a keze, ott a mindene, itt, ott, ott, és akkor leírások, hogy ez ekkora, ez akkora, ide nyúlt, oda nyúlt, hú, ez sikos, ez mit tudom én, hanem hogy a leírások közepette ott legyenek az érzések, ott legyenek a karakterek, hogy belefűződjön a sztoriba, mert annak nincs értelme, hogy van egy sztori, és akkor vannak ilyen erotikus betétek. Vagy hát szerintem attól erősebb egy romantikus erotikus, hogyha ezek jól vannak összefűzve, és ennél a kötetnél ez egészen megdöbbentően jó volt. Ami viszont gyenge volt, szerintem az pont sajnos a megcsalásos alap szitunak a felvázolása, mert egy úgynevezett holiday affairről szól ez a kötet, ami azt jelenti, hogy éppen nyaralnak a szereplők, és a férfinak van otthon egy barátnője, akit megcsal ezzel a csajjal, akinek túl szép a bőre. Gyerekek, ennyi, tényleg ennyi volt az egész, és egy nap alatt eljutottunk oda, hogy ő soha nem csalta meg a barátnőjét, de ennek a nőnek túl szép a bőre, szóval, hogy szerintem akkor lenne jobb jogosultsága egy ilyen sztorinak, hogyha nem egy ilyen eldobós figuraként élnénk meg ezt a... Ja, egyébként nagy párkapcsolatom otthon, tehát, hogy nem is igazán lehetett komolyan venni azt a részét a sztorinak, hogy ennek a karakternek tényleg van otthon egy nője, akit nem akar megcsalni, mert hogy annyira nem volt ez helyén kezelve. Úgyhogy alapvetően ez egy megcsalásos sztori, de szerintem ebből a szempontból nem egy erős kivitel, erotikus jeleneteiben meg meglepően jó volt, úgyhogy nem szeretném folytatni ezt a sorozatot, nem hiszem, hogy fogok ettől a szerzőnőtől olvasni, viszont ebből az emlegetett megcsalásos romantikus könyvajáló videóból biztos, hogy fogok még beemelni címeket, mert a kíváncsiságom az megvan. Nem akartam ennyire bőven beszélni egyébként erről a kötetről, mert majd ugye a Vieszkész romantikusba ez bele fog szövődni. Na mindegy, menjünk tovább, olvastam egy Elie Hazelwood kisregényt, ez volt az Under One Roof, ugye Elie Hazelwoodnak megjelent három kisregénye a két regények között, és egyébként azt hiszem ez a három novella vagy kisregénybe is van most fűzve egy kiadásban, ami mostanában jelenik meg majd egyébként a kinti piacon, és hát Elie Hazelwoodot még mindig az egyik kedvenc szerzőmnek gondolom annak ellenére, hogy én a Love on the Brain nem szerettem, a Hell of Hypo meg az egyik kedvenc dolgom valaha, úgyhogy elolvastam az Under One Roof-t, ami sajnos nem hibátlan, de nekem jobban tetszett, mint a Love on the Brain. Itt egy close proximity, nem forced proximity, azaz összezárva a toposz van a történet középpontjában, szerintem egész jól van kivitelezve, a karakterek is izgalmasak, nagyon hamar van levágva a történet vége, és nekem az egy picit nem tetszett, hogy majdnem el van ejtve az, hogy a főszereplő csávó a szexuális szinte. Aztán ezen így körülbelül három mondaton így túl is lettünk, úgyhogy nekem az még mindig egy picit ilyen furán maradt meg a lelkembe, hogy itt most akkor ez most ez téma volt, nem akart téma lenni, de egyébként nagyon szerethetőek voltak a szereplők, és éreztem benne azt az igazi Elie Hazelwood nyomot, amit a Love on the Brain-ből hiányoltam, úgyhogy ilyen szempontból én azt mondom, hogy érdemes felolvasni. Azóta hallottam, hogy a második és harmadik novella per kisregény gyengébb, úgyhogy nem is folytattam egyelőre ezt az olvasásomat, de jövőre majd biztos fogom. Könyvtári könyveim is voltak, egyrészt nálam volt a Szél most a legigazibb, ami az időskori monológok kötete, olvastam ezt, sokkal jobban szerettem, mint a felnőtt monológokat. Most itt van nálam a kamasz monológok, amit meg nem fogok elolvasni, majd végül visszaviszem könyvtárba olvasatlanul. Az az általános véleményem erről a sorozatról, hogy az illusztrációk azok csillagos hatosok, a szöveg az meg inkább a közepes nekem, bár az időskori monológos szövegek jobban tetszettek, mint a felnőttkoriak, teljesen őszintén a kamasznál azt kezdtem érezni, hogy most komolyan elolvasok még egy könyvet, azért, mert azt akarom, hogy mind a három el legyen olvasva, miközben két kötet óta érzem azt, hogy szerintem a szövegek nem nagyon kiemelkedőek, annak ellenére, hogy tetszik a kötet koncepciója, tetszik alapvetően bizonyos témák, ahogy be vannak hozva, ahogy az illusztrációk hozzá voltak passzolva a témákhoz, ami a felnőtt kötetben szerintem nem sikerült annyira jól, az időskoriban viszont sokkal jobban összejátszottak a történetek az illusztrációkkal szerintem. Úgyhogy volt egy ilyen, nem bánom, igazából örülök, hogy létezik, csak bírnék egy jobb kivitelezést teljesen őszintén. Illetve nagyon röviden megemlíteném, hogy elolvastam Serena Valentinótól a Ki a legszebb című kötetet, ami egy
Tündérmesei újramondás mégpedig a gonosz mostohának a karakteréről, szerintem ez borzasztóan gyenge. Van egy alapötlete, ami zseni, és érkezett hozzá egy 200 oldalas kidolgozás, ami szerintem nagyon gyenge, és fullba volt tolva az idillisztikus érzések tömkelege, miközben nem volt az. Aztán hirtelen a változás a szereplők viselkedésében körülbelül két mondat alatt ment végbe, úgyhogy nekem ez nem tetszett, nem is hiszem, hogy fogom folytatni ezt a sorozatot. A következő kötet abszolút váratlanul ért, és tarolt. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ennyire fogom szeretni, és eredetileg nem is terveztem olvasni. Csak hát történnek olyan dolgok, hogy megjelenik egy magyar szerzőnek, egy magyar regénye, ez volt a Juli vagyok könyvmoly, Ecsédi Orsitól nagyon akartam olvasni, imádtam a Juli vagyok könyvmolyt, és utána a kiadóval dumiztam, és körülnéztem kicsit jobban, hogy milyen könyvet válogatnak be még abba a sorozatba, amiben a Juli vagyok könyvmoly is bekerült, ugye ez a POV, Point of View sorozat, POV. Nem tudom egyébként, hogy hogy lehet pontosan így kiadói berkeken belül, de hogy körülnéztem, hogy milyen kötetek vannak még ebben a sorozatban, és kiválasztottam kettőt, és az egyiket el is olvastam, és ez volt a Bocs, hadd bögjem ki magam. Úgy jöttem most ide elétek hozzátok, és tartom ezt a könyvet itt a kezemben, hogy szeretném, hogyha az, hogy ez az egyik legjobb ifjúsági, amit az utóbbi évben olvastam, szinte biztos, az egyik legokosabb ifjúsági, amit olvastam valaha, az is szinte biztos, úgyhogy nagy szeretettel, nagy rajongással és nagy meggyőződéssel próbálom nektek nyomni, hogy ezt az ifjúságit olvassátok el. Mert ilyen jó volt. Nem fogok hazudni nektek, nekem a fő motivációm arra, hogy elolvassam ezt a kötetet az volt, hogy van rajta romantikus címke. Tudom, átlátszó vagyok. Viszont sokkal-sokkal többet kaptam ettől a kötettől, mint egy jó romantikus történet, mert hogy fú, még a romantikus történet is helyben volt nagyon. Helyén volt. A főszereplőnk Queen, egy középiskolai lány, akinek ellopják egy nap a naplóját, vagy hát eltűnik a naplója, és ebben a naplóban ő különböző listákat vezet. Hogy éppen melyik az a srác, akit a legjobban meg akarna csókolni a suliból, hogy mik azok a filmek, amiket a legjobban szeret, és amiket bármikor újra tud nézni, egészen addig a listáig, hogy mik azok a dolgok, amiket az érettség előtt meg kellene tennie, de fél megtenni. Egyszer csak elkezd kapni zsaroló üzeneteket, és a zsarolója arra kényszeríti Quint, hogy legalább egy dolgot pipáljon ki a listáról, különben megosztja a naplójának a részleteit a suli fórumán, az interneten, az a lényeg, hogy azzal fenyegető, hogy lebuktatja Quint, és azért ebben a naplóban vannak eléggé terhes dolgok, akár az ő saját életére nézve, vagy éppen így, hogy miket gondol mondjuk a körülötte lévőkről. Ez nyilván nem egy jó szituáció, és a naplója úgy tűnik el, hogy az egyik fiút gyanúsítja, hogy ő lehet a titkos zsarolója, mert a fiúnál veszik el a naplója, ez eléggé szövevényes, ebben most nem menjünk bele, és hát végül a fiú elkezd segíteni Quinnnek. A történet végül is egy ilyen bakkancslista teljesítő sztorivá éri ki magát, mert nyilván el fogunk odajuk adni, hogy Quinnnek szembe kell néznie ezekkel a félelmeivel, és hát elég sok minden fog történni egyébként a kötetben, míg eljutunk majd odáig. A romantikus sztori azért is van nagyon a helyén, mert az alap konfliktus, hogy nem mondok el valamit a másiknak, annyira hamar fel van oldva, és olyan okosan van tovább víve, hogy nem az lesz a kötetnek a nagy tetőpontja, hogy végre a fiú meg a lány összejön. Ennyit mondok. Tehát, hogy nagyon nem a megszokott sémákkal dolgozik, miközben egyébként vannak benne megszokott sémák, de annyira okos a romantikus sztorinak is a felépítése, amit utána megcsap egy lány-lány közti barátságnak a felépítésével zseni, és az egész tetőpontján, az összes pontnak a feldolgozásának a végén, és vannak annyira jó húzások, hogy egész egyszerűen ez a könyv csak túl okos. És már akkor lehet érezni, hogy okos, hogy az elején azzal indítunk, hogy inkább megmutat, és nem pedig elmond dolgokat, látott Quint a családja a környezetében, két osztálytársával, és egyből ott vannak a szemed előtt a konfliktusok, és egyből bele vagy dobva, hogy akkor ez van, ez van, ez van, ez van, de mindezt ilyen abszolút felvezető jelleggel fogod megélni, mert nyilván megismered Quint, megismered az osztályát, a családját, de hogy annyira ügyesen húzza át a sztorit, szóval, hogy nagyon-nagyon tehetséges szerzővel van dolgunk. Úgyhogy nagyon sok szeretettel ajánlom ezt a kötetet, tényleg messze az egyik legjobb olvasmányom volt idén, ha olvassátok, akkor mindenképp szóljatok.
Elolvastam a legendás letét, amiről már tudtok, hiszen volt egy videó, ami részben erről a kötetről szól, úgyhogy ezt megtaláljátok visszamenőleg, ha esetleg ez az első alkalom, hogy látnátok ezt a könyvet, ez egy comfort fantasy, egy trollról, aki elmegy egy orkról, aki feladja a zsoldos, harcos életét, és elmegy egy kávézót nyitni, mert ez az álma, hogy nyisson egy kávézót, és szerintem nagyon kellenek ebbe a cudar világba az ilyen típusú történetek is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a kötet megy, és reméljük, hogy itthon is elindítottuk, úgyhogy mindenképp ajánlom, nem csak fantasy rajongóknak. A Fomax kiadónál pedig készült egy nagyon vicces kötet bemutató videó, lehet, hogy megemlítik benne a kávét, mert hát a kávé... Kávé, ezt nézzétek meg, nagyon poén lett, nem tudom utánozni, úgyhogy ez is megtörtént decemberben. Újra olvastam a Love Hype-ot, Easy East magyarul, a szerelem képletét, Eli Hazelwoodtól, erről is volt szó már külön, úgyhogy ebben most tényleg nem mennék bele. Pontosan csináltam arról egy videót, hogy miért imádom ezt a kötetet, úgyhogy azt nézzétek meg. Erős kis decemberben vagyunk, hogyha nézitek, hogy már nem ez az első könyv. Jó, nyilván ez nem volt egy kérdés, hogy jó lesz újra olvasni Eli Hazelwoodot, de hogy még ez is ebben a hónapban történt, szóval csodás. És ebben az etapban kell megemlítenem a Mintha gonoszok volnánkot, ami szintén egy nagy kedvencem lett. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ez a kötet ennyire el fog tarolni, róla is készült egy külön videó, úgyhogy már meséltem erről a Dark Academia kötetről nektek. Itt a nagy hívó szavak az a Shakespeare rajongás, művészeti főiskolán való tanulók követése, rengeteg színházi darab előadása, belső kapcsolati konfliktusok, gyilkosság, bizonyos szálak leleplezése, nagyon jó a kivitelezés, szerintem nagyon atmoszférikus ez a kötet, minden egyébről pedig már beszéltem nektek egy videóban. Az élmény változatlan, még mindig bennem él az, hogy milyen volt olvasni ezt a könyvet, nagyon-nagyon szerettem a Mintha gonoszok volnánkot. Itt tartunk most, december 27-én, ez a videó egy picit meg fog késni a szokásoshoz képest, karácsony volt, nem volt időm videózni, lepődjetek meg. Szóval már csak pár nap van az évből, és teljesen őszintén egyetlen egy dolgot várok már csak az idei évtől könyves tekintetben. Hogy azt a könyvet még befejezem, amit éppen olvasok, ez pedig a Három dolgot mondj című kötet, amit egyébként nem feltétlenül azért akarok befejezni, hogy befejezzem még ebben az évben, mert úristen, mi lesz, ha nem fejezem be, hanem egész egyszerűen annyi nap van az évből, hogy ezt még kényelmesen ki tudom pörgetni. Csöndben félbehagytam Robin Hobbnak az orgyilkos tanítványát, majd az éves tervezős videómban erre még egy picit kitérek, valószínűleg az lesz a következő videó, de még nem döntöttem el, hogy lesz-e hétvégén videó. Ugye decemberre kitaláltam, hogy heti két videóval jövök nektek, csak ha megnéztek, akkor ez már a 8. videó ebbe a hónapba, és így nem kalkuláltam bele, hogy ha így beosztom a decembert, akkor ez 9 videót is jelenthet, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez még elérkezik-e még ebben az évben, vagy csak jövőre, de a következő időszak videói nagyjából betonba vannak vésve, jön az első 2023-as TBR videóm, aztán majd jönnek a top kedvencek, meg a top nem kedvencek, amire azt hiszem számíthattatok magatoktól is. Még nem raktam össze a listámat, és nem lesz könnyű dolgom top listával, mert hát csak ebből a hónapból van 2 tuci jelentkezőm, szinte biztos. Valószínűleg nem top 10-es lista lesz, de ez engem nem fog megállítani. Ha több top listás kedvencem lesz, akkor hosszabb videó lesz. Na, erre készüljetek. Remélem, hogy jól vagytok, és pihenitek a cukorsokkot így. Karácsony után azoknak, akik szintén dolgoznak a két ünnep között, kitartás nektek, én is veletek vagyok. Legyetek jók, és találkozunk egy következő videóban is. Sziasztok!